Köszönöm szépen a türelmet, kedves nézők, folytatjuk a civil a pályánt. Az előbb bennem maradt egy kérdés, hogy az volt az utolsó kérdés, hogyha európai viszonylatban is nagyon sokat dolgoznak a magyarok, és sok magyar dolgozik, akkor miért vagyunk ennyire szegények? Az ebből származó kérdés, hogyha sokan dolgoznak, és sokat, és nagy az adóterhelés a magyarokon, már pedig nagy európai viszonylatban is, akkor miért van államháztartási hiány, meg külső, ekkora külső adósság? Tehát akkor hol van a pénz? Szerintem azért ebben biztos van torzítás, tehát hogy például akik közmunkát végeznek, ugye őket is a teljes foglalkoztatottság miatt, ami ugye egy fantasztikus álom, őket is beleszámolják azok közé, akik munkát végeznek. Akik viszont ugye ténylegesen pénzbe kerülnek az államnak, nem pedig bevételt jelentenek. Tehát nyilvánvalóan ilyen torzító részek vannak a rendszerben. Másrésztről meg a nagy társadalmi ellátó rendszerekben, például a pedagógusoknak a bére, az nyilvánvalóan nem ugyanaz a bér, mint ami akár egy litván vagy egy cseh pedagógus bére. Nagyon sok a közalkalmazott is. Tehát az állami igazgatás éppen amiatt, mert ebben is lemaradásban vagyunk, a digitális állami igazgatásban, nagyon sokan dolgoznak. Én most pontos számot nem tudok, hogy kb. 4 millió munkavállaló van, olyan 800 ezer, azt hiszem, ha jól emlékszem, akik az állami igazgatásban dolgoznak, és ebben azt hiszem, hogy benne vannak talán a pedagógusok is. Ez sok. Nem azért sok, hogy sok az ember, arányaiban sok, és ahhoz képest, hogy mondjuk Ausztriában hányan dolgoznak, vagy Portugáliában, tehát hogy olyan országokat említsek, amik velünk összehasonlítható méretűek, ott ez jóval kevesebb, és a produktív szférában vannak sokkal többen. Meg hát ugye a Magyarországon elvégzett munka hozzáadott értéke is elég alacsony. Tehát ez egy fontos dolog, hogy az elmúlt időszakban rengeteg tényleges befektetés, meg befektető jött ilyen-olyan befektetésekkel. Tehát ezeknek a nagy része azért ennek van egy környezetterhelési költsége, van egy szervezési költsége, és a hozzáadott értéke a munkának az nem erőse, pont azért jönnek a legtöbben, mert hogy viszonylag alacsony a magyarországi hát munkabérség. Igen, csak feltetnék a kérdés, hogy volt itt a rendszerváltás óta, nem tudom, 30 év, vagy kétharmados kormányzati, vagy parlamenti többsége 12 év, hogy mindezeken változtassanak, és egy olyan rendszer álljon össze, most a nagy képről beszélek, hogy nagyon sok dolgozó, nagyon sokat dolgozó, nagyon megadóztatott társadalom éljen jobban, és ne adóssághegyeket görgessen az állam. Vagy ez irreális elvárás? Én azt gondolom, és ez nagyon-nagyon hangsúlyosan a személyes véleményem, és megint nem leszek népszerű, de a politikai szféránk most oldaltól teljesen függetlenül sokkal inkább mindig azzal volt elfoglalva, hogy az azonnali rövid távú politikai hasznot, realizálható politikai hasznot próbálja maximalizálni. Na most veszítek el még több népszerűséget, tehát például amikor a nyugdíjasok témája a vezető politikai téma minden választások környékén, akkor nem tudom, hogy milyen jövőt várunk el az ilyen politikai szférától. Mondom, oldaltól teljesen függetlenül. Tehát itt azért nagyon súlyos félrecsúszások voltak, nem csak az elmúlt 12 évben. Az elmúlt 12 év abból a számú volt különösen káros szerintem, hogy itt az Orbán Viktor féle totális politika, hogy valaki valamikor ezt minősítette, ez abszolút maximalizálja az azonnali profitot és hasznosságot, és teljesen elengedi a jövőt. A hosszú távú befektetés az nincs. Hosszú távú befektetés annyi, hogy adjunk pénzt, hogy legyen minél több gyerek, de csak megválogatott társadalmi csoportoknak, mert hát a mélyszegény, meg a cigány, az ne szaporodjon. Tehát oda nem. Tehát akkor csak adócsökkentés, adókedvezmény, csok, amit a legszegényebb réteg az... Tehát itt nincsen társadalmi mobilitás. Ez azt jelenti, hogy a társadalom egy jelentős része beragad abba a rossz helyzetben, amiben van. Onnantól ez a nincs társadalmi mobilitás, semmi nem fogja fölhajtani a társadalmat. Hát illetve a társadalmi mobilitásnak az egyik legnagyobb felhajtó ereje az oktatás olyan, amilyen ugye Magyarország azok közé tartozik, ami konzerválja a társadalmi állapotot. Tehát ha egy gyerek szegényen megy be az iskolába, akkor szegényen is fog kijönni, és nincsen esélye arra, hogy kitörjön egy adott társadalmi rétegből. Tehát már csak ha a tűzifáról beszélünk, a Diétás Magyar Múzsán írták azt az Ésik Sanyiék, hogy ez egy nyomorindex, tehát hogy mennyi tűzifával fűtő ember van Magyarországon, ez gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy tehát ez egy látlelet, ez egy szociológiai látlelet a társadalmunkról. Idén körülbelül 4 millió embernek lesz szüksége tűzifára.
Úristen. És mindenre, mert a faluhelyen mindent elégetnek. Vagy a másik verzió, hogy gumicsizmával, ételhulladékkal, mármint, hogy már ami megmarad nyilvánvalóan, akkor inkább a elhullott háztartási hulladékkal fognak tüzelni, és akkor meg abban a cipőben fogunk járni, hogy a rákos megbetegedéseknek az aránya fog rendkívüli módon megnőni. Azt akartam mondani, hogy egy maradjon szaknál. Tehát nekem mindig az egyik legmegdöbbentőbb példám erre, hogy Magyarországon ma az egyik legrosszabb levegőszennyezettségi mutatót, azt Mátra, Szent Imre vagy Szent László, nem akarom most megbántani őket véletlenül se. Tehát az a lényeg, hogy egy mátrai falu völgyben van bent, amelyikre azt gondolnánk, hogy hát a Mátra, a hegyek, hát ugye az milyen jó, és nem, mert pont az, amit az előbb mondtál, hogy olyan fűtési megoldások vannak, hogy és olyan rossz a füstnek a tartalma, amikor elégetik, hogy egy szélmentes völgyben az ország legrosszabb levegőszennyezettségi mutatóját produkálja. És erre az a válasz, hogy vágjuk már ki a fákat, hogy legyen mit eltüzelni. Egyébként nem tudom, hogy szabad ezzel viccelni, de hallottam egy viccet, hogy miért hívják vissza a nyugdíjas pedagógusokat az állami iskolákban, mert ők még be tudják gyújtani a fatüzelésű kályhát. És ezzel megint ott vagyunk az energiahordozóknál, és a második bejátszásunk következik, ami arról szól, hogy a Népszava újságírója utána nézett, hogy voltak éppen tényleg olcsóban kapjuk az orosz gázt. Spoilerezés, nem.